20 éve testvérvárosunk nekünk Székelyudvarhely. Csak örömmel tudom kifejezni, hogy ez alkalomból ilyen fiatal művészek állíthatnak ki itt a galériában, ahol mindig nagyszerű képeket, műveket látunk. Aki kötődik valamennyire is Székelyföldhöz, az ott élő honfitársainkhoz, egész máshogy nézi ezeket a műveket. Nagyon örülök, hogy itt van ez a kiállítás, és a kerületünk lakói, polgári gyönyörködhetnek benne. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, magam is, Bunta Levente, Székely Anyaváros polgármestere nevében. Hát nem semmi Budapest legszebb kerületében itt lenni. Kicsit meg is hatódtam a mai nap, amikor nem tudom hány év után végig újra sétáltam a várat, a halászbástyát és egyebeket. Engedjék meg, hogy elsősorban polgármester úr nevében elnézést kérjek önöktől, hogy nem tudott személyesen itt lenni, bármennyire is szerette volna önöket személyesen köszönteni, de adott nekem egy rövid köszöntőt. Most, hogy kapcsolatunk betöltötte létezésének 20. esztendejét, az önök meghívására nem a gazdaság és nem a politika nyelvét, hanem az alkotóművészetek formanyelvét választottuk, ahol a színek, formák alkotta harmóniák, akár feszültségek beszélnek rólunk. Utat nyitva talán a továbbiakban a betűk vagy a számok világának is, amelyek sajnos egész életünket egyre inkább uralják. Minden így kezdődik. Meglátunk valamit, ez valamilyen érzést kelt bennünk, majd intellektusunk ennek hatására viszonyul ehhez és cselekszik. Ahhoz, hogy ezek a vizuális élmények a továbbiakban kétoldalúak is lehessenek, és kérem, vegyék ezt formai meghívásnak, biztosítom önöket, hogy örömmel állunk elébe bármely kezdeményezésnek, és fogadunk be Székelyudvarhelyen technikai kötöttségek nélkül minden olyan kiállítást, ami az önök javaslatára és szervezésében érkezik hozzánk. Remélem, ha mi közszereplők jól dolgozunk, az így közösen egymásnak nyújtott vizuális élményt követni fogják a kapcsolódási lehetőségek teljes tárháza. Még egyszer köszönjük a meghívást, és kérem fogadják ezt a kiállítást a kellő szakmai kritika mellett olyan szeretettel, amilyennel mi hoztuk el ide önöknek. Székelyudvarhely és Budavár testvérvárosi kapcsolatának 20 éves évfordulóján a Budavár önkormányzat meghívására egy fiatal udvarhelyi alkotó nemzedék mutatkozik be a fővárosban. A mai kiállításon szereplő udvarhelyi képzőművészek a művészetek számtalan ágában és műfajában alkotnak, ezáltal pedig a székelyföldi, erdélyi és nemzetközi művészet helyzetéről, útjairól tájékoztatnak. Bizonyíték erre többek között, hogy mindannyian tanultak, illetve kiállítottak külföldön is, ugyanakkor természetesen megvan a megfelelő szakmai felkészültségük és elhivatottságuk, sőt a felelősségük is abban, hogy ők Székelyudvarhely városát ilyen rangos események alkalmával képviseljék.